De szervusztok, srácok, üdvitt a GK-n. Jöttem egy kis rövid videóval nektek, amit gondoltam, hogy együtt nézzünk meg. Mindjárt megmondom, hogy miért. Lehet, hogy Facebookon már szembe jött veletek ez az anyag, vagy hogyha nem, akkor valamikor szembe fog. De nézzük meg együtt, és akkor mindjárt elmondom, hogy miért is akartam ezt így közösen megnézni veletek. Alapállásnél még szépen szemből. Köszönöm, jobbra át. Félfordulat jobbra. Jobbra. Melyik a jobb oldal? Melyik a jobb oldal, fiú? Jobbra át. Jobbra át, fiú. Mindenki nézzen előre, nem a nézőre nézünk. Köszönöm szépen, félfordulat jobbra. Jobbra át. Oké, na most ugye a lényege ennek az egésznek az, azért mutatom ezt be, mert ez egy nagyon jó példája annak, hogy mennyire könnyen lehet az ember támadható egy ilyen helyzetben. Ki van vágva rólad ez a 40 másodperc, ott vannak a színpadon a srácok, szólnak nekik, hogy jobbra, nem tudják hirtelen, merre van a jobbra, és akkor bum, ezt a kiragadott videót kiteszik, és már is mindenki károkat, hogy sok izobagyú, milyen buta, nem tudja, merre kell fordulni, stb. Na most én azért kétlem, hogy ez lenne a helyzet, nem hiszem, hogy buták a srácok. A ti reakciótokra és a ti véleményetekre lennék inkább kíváncsi a komment szekcióban, hogy ti mit gondoltok erről. De ami miatt felhoztam ezt az egészet, az, hogy ez egy nagyon jó iskola példája annak, hogy mennyire jól lehet az emberek agyát mosni, akár csak egy ilyen rövid klippel is. Tehát most ez alatt nyugodtan a elhízott zsíros kegyeret zabáló Józsi bácsi károghatja a fotelból a feleségének, hogy látod, én megmondtam, hogy ezek mind hülyék. Mert Józsi bácsi nyilván nagyon okos. Tehát azra akarok kiukadni azért, hogy nyilván ez így most kicsit vicces, de azért gondoljuk bele abba is, hogy ezek a srácok valószínűleg ájulásig dehidratálják magukat a verseny előtt, amit mondjuk szinte nem tudom miért, jó? Tehát azért egy ilyen életmódnak arról kéne szólnia, hogy egészség legyen, egészséges legyen az, amit csinálsz. Igazából sokan tudják ezt róla, én ezért nem is vagyok oda se az e-sportért, se az ilyen jellegű sportokért. Tudjátok, mindig ahol ez megy, hogy centiméterek az e-sportban, meg hogy mit tudom én, csak egy kill, meg ezért. Tehát szerintem a sport szóljon az egészségről inkább, a videójáték meg szóljon a szórakozásról. Persze ez csak én vagyok, nyilván tisztában vagyok vele, hogy vannak, akik ezzel pénzt keresnek, nagyon sokat számít, hogy milyen jól játszol a Fortnite-ba, meg a Starcraft-ba, meg tököm tudja, mi ettől azért igyekezzük magunkat távol tartani, viszont a véleményeteket azt szeretném kikérni ezzel kapcsolatban, hogy szerintetek hogyan van ez, mi történt itt, miért nem sikerült a srácoknak a megfelelő irányba fordulniuk, egy kicsit dezorientáltak voltak. Elnézegetve itt a Facebook videó alatt a komment szekciót, elég változatosok voltak a hozzászólások, tehát nyilván volt, aki védte őket, akár teljesen jogosan, voltak, akik mosolyogtak, voltak, akik ilyen nagyon ronda hangnembe szóltak nyilván hozzá a dologhoz, de én ezért kicsit tőletek, én bízom abban, hogy a GK nézők okosak, kicsit egy ilyen kézzelfoghatóbb, normálisabb, emberhez szólóbb véleményre lennék kíváncsi tőletek. Úgyhogy ezt nyugodtan írjátok le a komment szekcióba, hogy szerintetek ez mi volt, hogy volt, meg hogy ugye egyáltalán mi a véleményetek erről az egész témáról, amikre itt most kitértünk így nagyon rövid idő alatt, de talán nagyon hatásosan. Úgyhogy csak ennyit akartam volna megmutatni, legyetek jók, a kommenteket figyelni fogom, és hát találkozunk a következő videóba. Ciao, sziasztok!